Azt nyilatkoztam a mérkőzés előtt, hogy azt szeretnéd bizonyítani, hogy azt szeretnéd, hogy bizonyítsa a csapat, hogy nem érdemtelenül van a dobogon. Sikerült ezt bizonyítani? Azt szerintem sikerült, azért mert uraltunk a játékot egész végig. Kaptunk egy nagyon nagy védelem hiba után gólt. Utána végig uraltunk, vége fele volt ide-oda helyzet, de szerintem egy pont ilyenkor nem rossz. De fölálltunk egy pofont után, és máma azt gondolom, hogy jó is játszottunk, volt helyzet, volt sok szép dolgok. Pécs ellen idegenben egy pont sikertelen. Nem vagyok megelégedve, főleg azért nem, mert úgy gondolom tiszta 11-es, piros lap, kiállítás, 2-0-ra vezetünk, ha berúgjuk. Úgy gondolom, ott az egy fordulópont volt ilyen. Ráadásul az vonalon álló hatodik játékvezető ott volt pár méterre, szembe volt. Ennek ellenére az a véleményem, hogy első fél időben lehetőség alapján meg kellett volna több góllal kellett volna vezetni. Második fél időben volt jó pár szituációnál, amikor meleg helyzet volt a kapunk előtt, a vége parázs volt, ilyen meccs volt.